sportosat. Híradónk vendége Krebs András, a Kincsen Nemzeti Kft. Marketing vezetője. Szervusz, üdvözöllek! Hát ha valamikor, akkor ebben az évben biztos, hogy szétszednek téged is, meg a csapatodat is, meg a főnöködet is, hiszen ebben az évben lesz a 100. Galop derbi. Üdvözlök én is mindenkit! Valóban július 3-án futjuk a 100. magyar derbit, az angol telivérek, a 3 éves angol telivérek legnagyobb versenyét 2400 méteres távján. Hát remélhetőleg a lovakra lesznek elsősorban kíváncsiak, és utána jön a kollégák szétszedése, de nagyon-nagyon hát előtte várunk. Is, mert ugye hát van egy protokollja, ugye, hogy mindenki szeretne erről beszámolni, mint hogy az óra is működik már, ha jól tudom. Igen, 100 nappal a derbi előtt volt egy hivatalos megnyitója az úgynevezett derbi kampánynak, amikor elindítottunk egy órát a Kincsen Park bejáratánál. Egyrészt zsokék, lovasok, másrészt pedig a szépségverseny, a kalapmustrán résztvevő hölgyeknek egy csoportja vett részt ezen, illetve a szakmai vezetés és jó néhány érdekelt, akiknek van, illetve lesz lova, vagy lehet majd lova a derbiben, a 100. Mm-hmm. magyar derbiben. Óriási a tülekedés, szerencsére elmondhatjuk, hiszen 16, ez egy fontos szabály, összesen maximum 16-an indulhatnak majd július 3-án. Bocs, jelen pillanatban mennyien jelentkeznek, mennyien szeretnének? A Covid miatt változtattunk egy picit a nevezési rendszeren, ami olyan szempontból könnyebbség a résztvevőknek, hogy nem kell ilyenkor már, nem csak ebben, hanem a többi nagydíjban a verseny előtt hónapokkal eldönteni, benevezni uh-huh. komoly pénzért a lovat, utána nevezni, utána állva hagyni, indulónak adni, tehát volt egy komolyabb fázisa, több lépcsős fázisa a nevezésnek. Most nincs ilyen kvázi előnevezés, hanem a derbi előtt durván két héttel, 10 nappal van nevezés, illetve indulóadás, és akkor derül ki végleges, hogy kik azok a lovak. Uh-huh. Most azért, hogy nagyjából száz olyan 3 éves van a kalapban, akik potenciális pályázók. Jó, de hogy mit hallottatok úgy, akár alagról, hogy mennyien szeretnének? Gondolom sokan most, mi ez a 100., tehát most mindenki. Ezt mindenki meg szeretné nyerni. Eleve és derbit. Ott szeretne lenni? Már azt hiszem, most már az is nagy dolog lesz most, ugye? Hogy egyáltalán ott lehet a lovam a 100. derbi. Mindegy, most 5. lesz, vagy 8., de hogy ott lehet a legjobb 16-ban. Ebben abszolút igazad van. Én is azt gondolom, hiszen minden játékot, minden versenyt általában egy ember, egy versenyző, egy ló nyerhet meg, de részt venni, részesévé válni egy ekkora rendezvénynek, egy ekkora sporteseménynek az valóban nagy dolog. Tehát az is már presztízs szerintem ott lenni valóban, bekerülni a legjobb 16-ban. Azért mondom, hogy éppen ezért kritériumok nagyok lesznek? A kritérium hasonló, mint volt az elmúlt esztendőkben. Olyan objektív szabályokat próbált hozni a versenyszervező, a Kincsen Park, hogy ne lehessen ebbe belekötni, és ne ezen múljon, hogy esetlegesen vita támadjon, hogy miért pont ez a 16 ló kerül be a mezőnybe. Egyébként lesz 4 tartalékló is, ne adj Isten, hogyha esetleg történik valakivel. Nem örülök neki, hogy lennék róla, hogy tartalékló az enyém a derbin. Ebbe, annak örülök, hogy ott van 16. Igen, ebben nem vitatkozom, mert valóban a 16-ba kerülés az a fő cél azért mindenkinek. Az utolsó 5 futásnak az eredményét veszik alapul. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy pénzdíj, ami objektív mérték, az utolsó 5 futás szintén objektív. Ebben az évben kellett futni, vagy tavaly évet karrierje, is? Karrierje során. Tehát van olyan ló, aki még bőven 5 futás alatt van, sőt elképzelhető, hogy van most olyan lehetséges derbi résztvevőnk, aki még el se kezdte a versenyzést. Értem. Tehát karrierje alatt akkor? Tehát nem alatt. Időtáv alatt kellett ezt nem lefutni. Időtáv, hanem a karrierje alatt utolsó 5 verseny. Logikus, hogyha valakinek már 6 futás van a lábában, akkor az első verseny fog kiesni. Ezt is figyelik a trénerek. Ezt is figyelni kell, hogy ne hogy egy olyan verseny essen ki, ami esetlegesen komoly versenydíjat jelentett volna neki a számára, és gyengébb futással kockáztatna egy biztos részvétel. Tehát sok mindent kell figyelni a trénereknek, ez egy óriási sakkjátszma, nyugodtan mondhatom, hatalmas nagy menedzselés mind a tulajdonosok, mind pedig a trénerek részéről, hogy melyik lovat, mikor, hol, mikor indítja, milyen versenyben, milyen díjazású versenyben. Ez most azért érdekes, amit mondtam, azért tulajdonképpen ez napi kérdés, mert ugye minden hétvégén ugye ott van a Kincsen Parkban a
galopfutam. Tehát most már csapkoznak, hogy most ezen a hétvégén elindítom, vagy nem indítom el a lovat. Így van? Pontosan, pontosan. És ráadásul még azzal is tudnak játszani a trénerek, hogyha kinek mondjuk több lova van, hogy nem szeretik ilyenkor évelén egymás ellen futtatni a saját lovaikat, pláne, hogyha több tulajdonosa van, mert azért senki sem szeretné, hogyha egy istállon belül másik loverné meg. Tehát ilyenkor az előfordul, hogy valaki Szlovákiában kezd, vagy nagy Isten, még nyugatabbra, mondjuk Olaszországban hozzák ki egy nagyobb díjazású versenyben, egy nehezebb versenyben. Igen. Tehát ezt is figyelembe veszik, hogy akkor esetleg gyeppályán kezd, vagy szintetikus talajon. Sok-sok olyan kérdés merül föl, ami hétről hétre változik, változhat, és hogy most megyünk bele a nagy versenyekbe, most vasárnap lesz a Gróf Erdődi Rudolf emlékverseny, az egy gyors korai három évesek számára egy 1400 méteres verseny, aztán május 8-án már sokan ott akarnak lenni, mert az a nemzeti díja, hármas korona első ága, és akkor szerintem az egy kicsit tisztább képet fogunk kapni, hogy kik azok, akik, melyik az a 15-20 ló, akik ott lehetnek. Az 1400-as stábból? Az 1600-as nemzeti díjból. Én azt gondolom, ez egy klasszis, egy jó ló, még hogyha a derbitában egy 2400 méter is, ezért tettem mutatni fel így a kérdést, hogy ez mennyire mérvadó. Egy 1600-os táv, 2004. Mérvadó is, meg nem is. Hát nézzük el a versenyt. Tehát, hogyha az alól, amelyik esetleg végigvezetve nyeri az 1600 méteres versenyt jó idővel, lehet, hogy igen. Nem. De azért a nagyon jó lovak azért tavasszal megnyerik, vagy ott vannak az 1600-os versenyben, aztán a 2000-esben, 2400 méteresben. De igaz, amit mondasz, és az is teljesen áll, amit én mondok, minden ló más, minden évjárat más. Shyboy tavaly futott az összes nagydíjban a derbiig, de nem nagyon beszéltünk róla. Ott volt, más, harmadik, negyedik, de a derbiben jött ki számára a legjobban a lépés. De azok a igazán évjárat legjobb lovai, klasszis lovai, akik mondjuk a hármas koronát is megnyerték, azok már tavasszal az 1600 méteres versenyben ott voltak, aztán és nyertek, aztán pedig nyáron megnyerték a 2400 méteres derbit, aztán össze majd a még hosszabb távú Magyar Szentlégyet, de az még nagyon messze van. Ugye márciusban már elkezdődött a galop futam is. Mennyiben változott most meg, nem tudom, hogy többen indulnak, kevesebben, több a szurkoló, kevesebb a fogadó, attól, hogy most idén ez a 100. galop derbi. Ez most érezni már most egyébként a Kincsen Parkban ennek a hatását? A 100. Magyar derbi, még hogy visszatérve egy picit a lovakra, meg a tulajdonosokra, meg a felfokozott helyzetre, az, hogy megdupláztak a versenydíjnak a mértékét, sőt, egy picivel még több is, eddig volt 14 millió, most 30 millió forint az összdíj, ez nagyon elindított azért mindenkit, a 100. meg is a derbi kívül is. Én még a helyszínen, a Kincsen Parkban látogatottsági számban ezt nem érzékelem, viszont az elektronikus felületeinknek a látogatottságát, hogyha összehasonlítom a tavalyi meg a tavaly előtti számokkal, ott már látszik érdeklődés, tehát többen olvasnak el egy cikket, többen lájkolnak egy képet, egy-egy fölket. Tehát most már videót. Így a fű alatt is, de most megkezdtek odafigyelni, mi történik a Kincsen Parkban. A fű alatt valóban, és ott megy szépen szájhagyomány útján, hogy azért 100. magyar derbi jön, közelít, és most már ott vagyunk a 81 néhány napnál. Meg hát valljuk be, az időjárás sem nagyon kedvezett egy könnyed vasárnap délutáni szórakozásnak. Mert mindig hétvégén volt rossz idő. Mindig rossz idő van, hétvégén fúja. Az eső az jó, ha van, már ritkán volt, de hát ez az őrítő szél, ami például most is volt vasárnap, ez még azért az átlag közönségnek, hogyha használhatom ezt a nem túl szép kifejezést, de szerintem érti mindenki, az számára még ez egy kicsit elrettentő, de az internetes feleteinknek a látogatottságán azt látom, hogy van érdeklődés. Gondolom, derbin hatalmas összegek lesznek, éppen ezért külföldről is próbálnak majd beütni, beférkőzni a 16-os induló közé? Igen is, meg nem is, erre az a legegyszerűbb válaszom. Ugye említettem már, hogy nagyon objektívek a bekerülési szabályok, a verseny bekerülési szabályok, ami egy nagyon jó dolog. Többek között még most is lehet, hogyha lovat vásárolni külföldről, és hazahozod magyar tréningbe, ez egészen
a május végéig ezt meg lehet tenni. Tehát lehet, hogy most olyan lovak, beszélgetünk egy derbiről, és közben még külföldön van az a ló, aki esetleg ott lesz a derbőn, és harmadik lesz, vagy esetleg... Nem is tudja még, hogy ide jön. Még azt se tudja, hogy igen, még Magyarországon jön, azt se tudja, hol a Kincsenpark, és lehet, hogy egy ír legelőn van még, vagy egy ír versenypályán. Tehát május végéig kell minden lónak megérkezni magyar tulajdonba, illetve magyar tréningbe, hogy egyáltalán indulhasson, illetve külföldi tréningből csak abban az esetben futhat ló, hogyha Magyarországon született. Tehát azért ez elég jól megszűri a versenybe kerülés lehetőségét, tehát az nem fordulhat elő, hogy külföldi tréningből külföldi tenyésztési lovak itt jönnek, és így learatják a babérokat. Ez egy kicsit magyar bajnoksághoz próbáljuk ilyen szempontból hasonlítani ezt a magyar derbit. Gondolom, most ide minden zsoké fel fog épülni, mindenki most lóra akar pattani. Hát ez tiszta sor, mindenki így fegyezi a formáját. Volt egy nagyon kedves futballista ismerősöm, aki csak hogy mondjam, hozzak egy másik példát, és hogy megértessem én is, hogy mint egy futballöltözőben, akkor meccsnap utáni első edzésen mindenki sérült, itt fáj, ott fáj, amikor pénteken meg az edző keretet hirdet, akkor meg már nem férsz be az öltözőbe, mert mindenki ott van, hogy játszon. Ez valahogy így van nálunk is a lovasoknál, tehát egyértelműen igyekeznek a legjobbak ugye már leszerződni nagy istállókhoz, illetve nagy futtatókhoz. És hát most, akik meg esetleg külföldi lovas vagy lovasokban gondolkoznak, azoknak már bizony a téli időszakban azért szét kellett nézni a piacon, és lekötni lovasokat az adott fix versenyekre, előkészítő versenyekre, hogy már akkor tudják esetlegesen lovagolni a lovat, de hát ami a legfontosabb, hogy a kiszemelt lovas, meg akit elérnek, hogy az július 3-án ráérjen. Igen. Még csak ugye egy hónap telt el a hazai galopfutamból. Látsz olyan lovat, amelyik azt mondja, hogy az első ötben, tehát placon ott lesz, ott lehet? Feltűn már egy olyan ló? Nagyon óvatosan merek fogalmazni. Egyrészt, mert az már túl régóta vagyok a sportban, hogy nagyon nagy csacskaságot nem mondjak. Néha a szimatom is jó szokott lenni, de azért az esetek... De Overdose-ról is tudtuk mindig rögtön, hogy az... Őt azért kiszúrtuk elég hamar, de hát azért minden évben nem tudunk minden... De hát van most ló, amelyik úgy egy kicsikét kilóg pozitív értelemben a többiek. Szerencsére, hogy azt mondom, hogy azért több ló ki pozitívan. Minden héten rádöbbenek, hogy nekem is van egy képzeletbeli listám, hogy meg most vannak az első futások, jöttek új importok, hogy jön egy-egy verseny, és akkor lehet, hogy két lovat satírozok, vagy zárójelbe teszek, hogy most még azért nem tartott, vagy esetleg olyan ló kerül előtérbe, akiről esetleg még én se tudtam, csak így a nyitáló környékén lehetett hallani, hogy ez a ló ez jól mozog. Meg hát ami miatt azért óvatosan kell fogalmaznunk, hogy hiába most még egyik ló jó, és erről már beszéltünk, de lehet, hogy nagyon gyors ló, de lehet, hogy csak középtávig fogja tudni a távot állni. Tehát elképzelhető, hogy majd csak május elején, május végén, júniusban jönnek ki azok a lovak, vagy kerülnek reflektorfénybe, akiknek majd a hosszabb táv kedvezni fog. De hogy azért mondjak néhány lónevet, hát Orán egy olyan ló, aki a téli időszakba került hozzánk, most ilyen Kovács Sándor istállójában áll, ő Pozsonyban debütált most, szerintem nagyon jól. Sokat sejtetően futott, meglátjuk, hogy meddig fog érni. Aztán a tavalyi két évesekből kiindulva van egy régi Csibész nevű telivér, aki idén még nem futott, én kíváncsi vagyok, hogy hogyan fejlődött, hogyan tudott tovább jönni. Aztán ugye Mének és Kancák vesznek részt ebben a versenyben, tehát van egy Diabolo STS nevű lovunk, aki egy jó képességű három éves, de heriltként került már az országba. Tehát számára a derbi az nem jött szóba, de egy jó három éves. Szegény. Egy jó három éves. Ezt a megkülönböztetést. Viszont akkor számára egy másik karrier, lehet, hogy egy másik csodálatos és nagyon szép karrier fog várni. Prezident nevű lovat kell szerintem még azért mindenféleképpen kiemelnünk, aki azért mutatja magát. És hát vasárnap most szerintem megint egy-két lóval okosabbak leszünk. Tehát ha mondjuk két hét múlva jöttem volna, vagy jönnék, akkor lehet, hogy még tudnék lovakat így kiemelni. Hogyha úgy látom, hogy tréner vagyok, vagy istállót vezetek,
és úgy látom, hogy ennek a lónak ott lesz a derbin. Ezeket már most elkezdik erre készíteni, vagy megvárják, míg valóban annyi pont, annyi pénzt összeszerz, hogy akkor ez már valóban ott lesz, és csak akkor kezdem el a derbire felkészíteni. Mi olyan ilyenkor a protokoll? Hát ezek folyamatosan. Tehát a protokoll az... Igen, csak a derbi 2400 méter. Igen, de azért az általános alapmunka szinte majdnem minden lónál egyforma. Így van. Tehát azért ezek a lovak másodéves korukban, amikor a verseny vagy a tréningpályára kerültek, kimondatlanul minden tulajdonos, tréner a hozzákerült másfél vagy két éves lóban a leendő nagy dínyerőt egy derbi győztes lát. Tehát nagyon sokáig ugyanazt a munkát, szinte ugyanazt a munkát, alapozó munkát kapja. Aztán ugye azért nézik a trénerek a származást, látja a lónak a küllemét, a mozgását. Azért szépen mondjuk, hogy el tudják dönteni az első futások után, hogy nagyjából annak a lónak mondjuk feküdni fog a hosszú táv, vagy esetleg inkább rövid távra fog készülni. Itt azért már specializálódik egy picit a munka, de nagyon-nagyon sokáig szerintem azért olyan óriási különbség nincsen a munkákban. Inkább az elvégzett munkának a távján tudnak, és szoktak a trénerek nagyon sokat variálni, vagy hát módosítani, illetve az elvégzett gyors munkáknak az intenzitásán. Egy kondíció munkát, egy sprinter is ugyanúgy több kilométer tesz meg lassabb, vagy közepes, vagy fogott tempóban, tehát ebben azért nincs különbség. De amikor már azt szokták mondani, hogy az alagi díj, ami a derbi előtt egy hónappal van az igazán vízválasztó, az a nemzeti díj után van egy hónappal, a nemzeti díj 1006, az alagi díj 2000 méter. Tehát ott azért már látszik, hogy melyik lónak van állóképesség, és melyiknek nincsen, vagy feltételezhetően lesz állóképessége 2400 méterre. És akkor szerintem az utolsó egy hónapban jön a finom hangulás. Akkor már tudják, akkor már egyértelműen nagyjából a trénerek is, hogy... Hát szerintem, hogyha nem is egyértelműen, de szerintem azért az ösztöneik, igen, tapasztalatuk az sugja, hogy ez derbi ló lesz. Igen. De hát azért a trénereket... Felkészültetek arra, hogy ezt ti fogjátok majd kihirdetni, hogy végülis melyik az a 16 ló? Ennek majd mi lesz a protokollja? Hogyan tudják meg? Igen, most készülnek az első kvázi Excel táblák, hogy megnézzük, hogy a ranglista első 20 helyzetje, a tavalyi ranglista első 20 helyzetje hogyan áll, és az idén már bemutatkozott és versenyelt lovaknak elkészítjük a statisztikáját. Tehát gyakorlatilag a honlapunkon, a kincsenpark.hu-nak az e-tour felületén hétről hétre vezetjük, hogy hogyan állnak a lovak. Aha. Tehát mondjuk a csúcs, az top 20. Igen. Egyrészt a futott forma, ami nagyon fontos, másrészt pedig az utolsó 3-4-5, hát attól, hogy melyik lónál hány futás van, az összeg. Tehát ezt akkor folyamatosan láthatom, hogy az én lovam most hol van. Pontosan látod, hogy hogy áll a ranglistán, mire kell figyelni, és hát mindenki számára az abszolút nyílt és természetes lesz, ugyanúgy a közönség számára, ugyanúgy a tulajdonos. Akkor nem hirtelen számára jön majd, hogy mégsem lesz ott a lova. Hát meglepetés szerintem nem fog így írni. Mert akkor mindenki folyamatosan tudja abszolút követni. Transzparens a dolog, minden szabály, mi pedig vezetjük szépen, hogy melyik lóit. Ez így jó, ez így korrekt, hogy akkor tudják, hogy mi miért hány mindent. Így nem lesz meglepetés. Abszolút nyílt, és ez szerintem egy kvázi jó játék mindenki számára, és mindenki akár otthon tippelgethet, hogy egyrészt mely lovak lesznek a mezőnyben, aztán majd szűkítheti, igen, a kört, de akkor így akkor kik lesznek az elsőd. Ezeken a hétvégi futamokon is, hogyha el akarok indítani, akkor most nem fogom nagyon tartalékolni, mert hogy legyen minél több pontja, legyen minél több pénzdíja. Pontosan, tartalékolni már nem nagyon lehet, nem nagyon szabad. Eddig sem nagyon lehetett, de most, hogy ez ennyire nyílt dolog, tehát amikor a 16 helyre van közel 100 pályázott, ott nyomni kell. Igen. Tehát ott nem lehet egy üres verseny sem, vagy egy rosszul sikerült verseny sem lehet bekalkulálni, mert az problémás lehet, így van. Tehát minden versenyhez úgy kell odaállni, úgy kell felkészíteni, minél több. Tehát akkor most a 3 éves lovak keményen fognak most küzdeni, ugye? Minden eddiginél szerintem. Eddig sem volt probléma, tehát az egész galop szakág úgy van fölépítve, hogy azért a 3 éveseknek kapják a csúcsterhelést évről évre, de most, hogy van egy ekkora presztízsű derbi, igen, csak hogy most a versenyeken is most nem fog taktikázni a tréner, hogy most ráész, most csak legyél harmadik, csak placon legyél, aztán majd a nagy versenyem, mert most itt nem lehet, mert ez... Igen, tehát itt egy ötödik helynek is komoly jelentősége lett a végén. Tehát szerintem
ott a 15., 16., 17. környéken akár 5-6 ezer, 10 ezer forint differenciák lehetnek és dönthetnek majd. Tehát itt óriási jelentősége van valóban, hogy egy lovas is, hogyha már nem is tudja, látja, hogy nem nyeri meg a versenyt, bármilyen felkészítő versenyen van. Most ne vegye fel, és akkor bejönnek. Hogy akkor ne adja fel semmiképpen, és a célig mindent kövessen el, hogy legalább legyen negyedik vagy ötödik, mert minden forint számít. Ez így érdekes, ez így a nézőknek így még jobb. Szerintem ez így jól ki van kitalálva, és így már, mint a március 20-án kezdődött a galopszezon, ez így hónapról hónapra fogjuk látni az állás alakulását, illetve látjuk, hogy hogyan fejlődnek ezek a három évesek. Pár percünk maradt már csak. Történt-e valami változás szabályokban, pályára lépés, körkarám, bármi, vagy minden maradt a régiben, jártatóban, ott vannak a lovak, ott lehetnek az emberek. Történt-e valami változás, hogy minden a régi protokoll szerint zajlik? Az esetek döntő többségében nincsen változás, szerencsére, hiszen azért mégiscsak egy hazánkban is közel 200 éves tradicionális sport. A derbi kapcsán történtek ezek a változtatások, vagy újítások, de illetve leírt dolgok, így szóval. Van. Tehát, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű és objektív legyen, nyerjen a legjobb, ez egy egyszerű sport. De így most úgy általánosságban akkor nem változott semmi, szabályok sem? Nem, erről nem tudok beszámolni. A derbibe való bekerülés, ez a legfontosabb, ami módosítás volt, illetve változtatás. Igen. Legjobb 16-ot várjuk. Mi a helyzet a istálló munkások terén, zsokék terén? Van elegendő zsoké? Van elég istálló munkás? Hát most, hogy megszaporodott a lovaknak a száma, meg ahogy a derbire készült lovak száma, azt gondolom, hogy dolgos, szorgos kézre mindig szükség van. Én abba bízom, hogy azért nem csak a derbinek lesz egy ilyen felhajtó ereje is, hogy többen jelennek meg az istállókban, egyrészt kétkezi dolgozóként, munkásként, lovápolóként, másrészt pedig munkalovasokra is óriási szükség van. Mit kerestek mi mindig? Mit kell? Hát ez folyamatos, tehát ez egy olyan szakma, ahol mindig azért kint van a kereső tábla, ami mindenféleképpen pozitív, és szerintem hosszú távon ez egy nagyon jó előre vívő lehetőség a lovasok szempontjából, hogy egyre népszerűbb nálunk is a póni galopverseny, illetve maga a pónizás, a gyerekek nagyon egyre több gyerek kapcsolódik be, egyre fiatalabb korban, és a pónikon kezdenek, ami teljesen jó, hiszen a testtömegüknek, testarányoknak azt felel meg kerékpározni, és mindig kis kerékpárat adunk, mert nem rögtön a de az más dolog, hogy a póni gonoszabbak tudnak lenni, mint a nagy lovak. Ezt tegyük hozzá. A póni is egy könnyű esetek, igen. De ebben igazad van, a méretarányban igazad van. A méretarány az mindenféleképpen jó. Azt látom, hogy azért nagyon sok póni galoppon lovagló fiatal, srác nyugodtan mondhatom, fiúkra és lányokra, hiszen kamaszokról beszélünk, azért bekapcsolódnak a lóversenyzésbe, illetve készülünk majd egy nagy dobással, ami szintén azért az utánpótást szeretném megmozdítani, és talán nem árulok el nagy titkot, de itt a nagy nyilvánosság előtt elmondhatom, hogy lesz egy olyan betét elem majd a 100. magyar derbi napján, július 3-án, amikor közel 100 lovas lesz egyszerre a pályán, és fiatal lovas. Őket honnan tudjátok elő halászni ennyi lovast? Szerencsére azért a magyar lóversenysport és a galopversenyzés azért országosan is ismert és elismert, és hát itt a derbi kapcsán azért elindult egy nagy szervezkedés, és örömmel mondhatom, hogy országos lefedettséggel elég hamar összebírtunk egy ekkora csapatot verbúválni. Érdemes lesz majd kilátogatni és megnézni. Akkor lesz minket. Munkátok bőven? Munkánk van, volt, és szerencsére lesz is, úgyhogy, de ez egy jó része a munkánknak, úgyhogy nagyon szép, aktív hetek, hónapok előtt állunk. De egyelőre overdose utódokat nem látunk most sem, ugye a derbi napján? Tehát egy olyan... Overdose utódaink most már nem futnak a versenypályán, viszont overdose unokák lassan meg fognak jelenni, hiszen azért a lóversenysport elég gyorsan pörög, és nálunk csak egy élet volt tenyésztésben dózi, és Cirfandi az a legjobb ivadéka, ő pedig most már Diospusztán fedez, tehát az idén van az első fedeztetési szezonja. Aha. Ez azt jelenti, hogy akkor jövőre 23-ban megszületnek az első csikók, tehát 25-ben már overdose unokák is fognak futni a Kincsen Parkban. Tavaly még volt overdose futó lovunk, Cirfandli, aki az egyik legjobb középtávú lovunk volt. Az idejében overdose csikók nélkül vagyunk, de lassan jönnek az unokák.
Akkor mégis majd lesz egy kicsi, ugye? Kis overdose. Bízom kicsi benne, olyan, és akkor tudunk róla még többet beszélni, igen. Hát akkor jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, és várom mindenkit a július 3-ai derbin. További sportosat.